2018. október 23-a van. És hát ismét Simon tornyára érkeztem. Egyedül vagyok, és az én szépséges Rock Machine torrentemmel jöttem. Van rajta egy kis újítás is. Kratos gumikat kapott. Ráadásul nincsen belső. Viszont a hátsó az ereszt, úgyhogy nem tudom, meddig fogja bírni. Egyelőre nem olyan szörnyen ereszt, hogy nem mernék vele elindulni. De hogy mit is találtam én ki? Én bizony ismét pacsirvisnyére megyek. Fél évvel a húsvéti utunk után visszalátogatok pacsirvisnyére. Egy kicsi szükség van rám. És hát nem akartam a megszokott úton menni. És ennek megfelelően a mountain bike-hoz terveztem egy utat. Aminek a vége, tehát mondom innen Simon tornyáról pacsirvisnye lesz, de az aszfaltot minél inkább kerülve. Mivel késett is a vonat, a 3:49 jó volna világosban megérkezni Zsuzsájékhoz. Hát én belehúzok, el is indulok. Szinte torony iránt pacsirvisnyére. Tehát az aszfaltot és így a körülöttem zajló gépjármű forgalmat szeretném hanyagolni. Ha minden igaz, ez itt a Sió, aminek a gátján elhagyom Simon tornyát. Nem mondanám, hogy az 5. kilométeremben szanad szét izgulom magamat. Ráz az út, a teleszkópom az mozgásra van kapcsolva, és van némi szembeszelem, és közben ilyen szűrt napfény mellett 9 Celsius fokot élvezhetek. Csodakabátom alatt egy darab rövidújú mez van rajtam. Jelenleg ez elégséges. 16 fokot ígért a meteorológia. El tudom képzelni, hogy délután pár percre tényleg fog ennyit mutatni a hőmérő. A Sió folyásával szemben haladok tehát. Látszik, hogy az ősz második felébe hajlik már a természet. De bizony, az ősznek is megvannak a szépségei. Én például október közepe tájékán, amikor gyönyörűen átszíneződnek a falevelek, a zöld árnyalataiból sárga és a barna árnyalataiba, azt nagyon tudom élvezni. Itt most, ha jönne egy szelesebb idő, akkor a levelek nagy részétől már meg is fosztaná a fákat. Nem hasonlítható ám a szombati túrámnak a helyszínéhez. Oda nem vittem kamerát. Igazából nem bánom, mert volt az annyira fárasztó, hogy kamerázás még plusz energiát követelt volna tőlem, és inkább élveztem a környezetet tisztán.
A vértesben Rúzival megcsináltuk a vérkört. Mutatom. Majdnem 80 kilométer lett. Annyira nem purcantam ki, csak a bringa volt az, ami megint némi izgalomra adott okot. Méghozzá a hátsó keréknek ez a eresztése, amivel nem vagyok kibékülve. Furfangos dolog ez a belső nélküli gumi, amiben tömítő folyadékot kell tenni. Hattyúk vannak a sion. Nem én szereltem, de már egy bringás haverral reparáltuk egy picit plusz fogadékot, meg a tömítésre trükköket próbáltunk alkalmazni. Csak fél sikerrel. Most lassabban ereszt. A vérkörön történetesen hirtelen legalább 2 bar elszállt belőle. Ahogy nézegettem a nyomokat, valószínűleg meg is kapta az első defektjét az amúgy erősített futófelülettel ellátott gumi. Ezt a folyadék sikeresen begyógyította. De pumpálni kellett. Körülbelül ott, ahol 2 hónappal korábban, napra pontosan 2 hónappal korábban Árpival feladtuk a kör teljesítését. Azt még elmondom, hogy a szintideje ennek a vérkörnek 7 óra. Mi 8.33-kor indultunk, és nem sokkal 17 óra után fejeztük be. Ebből következik, hogy bizony szintidőn belül nem sikerült a teljesítése. Nem tudom, hogy egy teljesítménytúrára miért kell ilyen szűk időt hagyni. Nem ehhez szoktam. De hát ez az ő kiírásuk, fogadjuk el. Lényeg az, hogy én 1, Ruizi 2 bukfenccel megúsztuk azt a túrát. Több mint 1500 méter szint volt benne, és hát 8 óra 38 perc alatt volt meg. Neki ez volt az utolsó, nekem meg az első. Én úgy érzem, hogy érdemes lesz még visszamenni rá, ha már egyszer egy ilyen bringa van a fenekem alatt. Megkockáztatom, hogy még akár szintidőn belül is meg lehetne próbálni. Egyébként augusztusban a melegen kívül a sok kis repülő rovar is nagyon ellenünk volt. Én kibondottan utálom, amikor az orromba, a szemembe, meg a fülembe akar minden erdei állat bekéreckedni. Nos, jelentem, hogy október vége felé ezekből már nem igazán volt. Ikonikus településre érkeztünk. Na, találós kérdés. Ennek a településnek a híres épülete ott látható. Ez bizony Ozorai Pipó háza. Aki a ennél több fűvel rendelkező fesztiválra asszociál,
a településről, azoknak rossz hírem van. A fesztivál helyszíne arra található, és nem érintem. Egy jó 10 kilométert jöttem a Sió folyásával szembe, a partján, és most elhagyom. Pár éve felújították, kiépítették a kastélynak a környezetét. Én még láttam nagyon elgyúbújosodott udvarral is. Látogatható. Persze mi már OKK-tés túrán érintettük. Nézzétek csak meg a tolnai sorozatot. Hopp, itt egy balos dobunk. Az ozorai cigánytelep elhagyásával be is jöttem végre a Susnyásba. Szóval itt ezen az úton azt tervezem, hogy néha rátévedek az aszfaltra. Egyébként egy dombbal a tervezett út vonal mellett vagyok. Nem fordultam le időbe, de azt látom, hogy végig párhuzamosan megyek. Valahol csak át tudok majd menni. Csak ne szedjenek szét az orkok. Hát ha máshol nem, akkor ezek az utak, ezek a párhuzamos utak majd a végtelenben találkoznak. Azért ez mennyire máshogy néz ki Ausztriában és Szlovéniában. Itt ilyen löszös vízmosásban császlatok felfelé. Ott pedig csodálatos sziklás kanyonok követik egymást. Hát ez most ilyen ozorai kanyoning bringával. De már mindjárt felélek és rátérek a tervezett útra. Na most nincs rá semmi biztosíték, hogy ettől különbözik. Azon az oldalon, a löszfalon túl. Ez még mindig az. És most futottam bele a másik útba. Itt kellett volna kijönnöm. Egyébként ez a térkép, ami most a GPS-emben van, nem is látja ezeket az utakat. Egy kis balos. Na, most már ezt legalább látja is. Egyébként meg a kijelölt nyomvonalon jövök, tehát ha nem lát térképet, nem lát utat ez a térkép, attól még biztos, hogy van, mert a komút az megtervezte. Még vicces, hogy egy magyar turista térkép nem tartalmazza, de egy világtérképen látható. Hát ezért szeretem a komútot. Itt pedig sarjad az őszi vetés. El kéne neki az eső, de inkább nem most jöjjön. Oké. Nem. Senki kedvéért nem fogok rámenni az aszfaltra. Én ott mindjárt elmegyek balra. Hú, puderszerű homok van alattam.
és lehet, hogy hamarosan vetkőzni fogok felülről. Hát zárt nem nagyon szivatósba, és attól tartok, hogy az út nagy része akkor ez ilyenné is válik. Valamikor nem bírok kormányozni egyszerűen, úgy elakadok. Az előbb jöttem egy picit Szántóföldön, de ott is vége lett az útnak. Hát, ez valamikor itt valami gazdasági út volt. Azt a mindenit. Csak reménykedem, hogy hamarosan besatlakozik valami többször használt dűlőút. Ott van mezsgye határ. Kész megáll. Nincs mese. Ki kell mennem a Fügeri főútra. Arra, amit az előbb ott hagytam, és azt mondtam, hogy na, arra nem megyek rá. Nincs út. Szóval itt nincs út. Úgy néz ki, hogy ez a tervezés, ez csak egy ilyen segéd lesz a mai napon, mert ezt lebringázni lehetetlenség. Teljesen benőtte a vadnövényzet. Ki kell mennem oda a fasorhoz, és úgy megyek el balra Fügedre, nem a Szántóföldeken. Bringázom a kukorica földön, azért mégsem már, hogy toljam. Biciklizni jöttem, nem? És azt hiszem, hogy ezzel ezt a útvonal tervet inkább ki is dobom a francba. Megnézem, hogy a Garmin mountain bike-ra mit kínál nekem, hogyha kiérek a térkép által is látott szürke csíkra itt. Csábít a lejtő. El van, itt még legurulok. Ez irányban van. Fürged balra. És már minimális a forgalom. Most éppen két jármű is beúszott a képbe. Ha már egyszer szóba került, akkor azt mondom, menjünk be Fürgedre. Aztán meglátjuk, hogy milyen gazdasági út vezet ki Hírekszerencse felé. Bizsi van. Kutyája. Na, hogy ugat a cigány kutyája? Na, de való! Terjedelmes és szellős való ez a Fürged. Aztán a jobbra már a domboldalba kiszúrtam azt az utat, ami engem visz majd tovább. És mindjárt rá is csatlakozom. Hát, Hírekszerencséig csak elérek azon. Ne aszfaltozzunk már tovább, szégyen szemre. Legalább földúton menjek. Akkor mindjárt megmondom, hogy hány kilométer van még hátra. Ez a nekem való. 101! 101 kilométer. Pacsérvisnye.
tehát feltételezem a zsákutcáimnak még úgy sincsen vége. Most egyelőre fogtam egy földutat. Az előbb kettő itt mellettem a kukoricázban is megugrott. Én készültem rá, hogy látni fogok legelőször őzikéket. Megint ott benn van, teljesen benőve növényekkel az út. Ülve a bringán nem férek el. Így most ennek a szálltásnak a szélében el tudtam jönni, és akkor ott meg menni fog tovább. Tehát tesszük magunkat, és akkor hajrá! Hát ez egy ilyen túra. Itt nem bírtam volna átjönni. Hoppá! Itt viszont sikerült tovább. Na, már 95 km sincsen, és otthonról 32-t bicikliztem már. Mai találós kérdésem. Ez mi? Oké. Igaza van annak, aki azt mondja, hogy ez egy bazi nagy rakás. De bazi nagy rakás, micsoda? Ha? Mindjárt tényleg bazi nagy? Hagytam elég időt. Ez a cukorrépa. A kivéreztetett magyar cukoripar egyetlen cukorgyárába, a Kaposváriba fogják ezt elvinni és feldolgozzák. Egészen jó járható gazdasági utakon jutottam el Iregszemcsére. Egyik bozótból megzavartam két őzikét. Aztán döbbenten vették észre, hogy velük párhuzamosan hasonló sebességgel gurulok. Akkor irányt váltottak. Aztán történt az, hogy a GPS-en inkább kikapcsoltam a útinformációkat, úgy mint aktuális tengerszint feletti magasság, meg emelés, meg és főleg az, hogy hány kilométer van még hátra. Ezt ki tudom számolni abból is, hogyha látom a kilométer órámon, hogy most már megtettem 38 kilométert. Tehát egy olyan 90 még biztos hátra van, de ezzel nem akarom magam stresszelni, hanem ha ránézek a GPS-re, akkor csak azt lássam, hogy rajta vagyok-e a tervezett úton. Mert inkább hagyom, hogy úgy magával ragadjon a környezet. Na most, oké, ez nem Ausztria, nem Szlovénia, de mégiscsak távol vagyok a nagyvárosoktól. És főleg nem a munkahelyemen, meg nem a lakásban vakarózom otthon. Nem, a munkahelyen dolgozni szoktam, vakarózni a lakásban, oké? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy vakarózni járok a munkahelyemre. Megkérdezheti a munkatársaimat, meg a főnökeimet. Iregszemcse. És kávézom egyet, mert megérdemlem. Azt mondtam, hogy Iregszemcsén kávézni fogok, és úgy is lett. Aztán bejelentkeztem asszonykámnál, hogy minden rendben van, és még Zsuzsáéknak is oda tudtam szólni, hogy
Még 87 kilométer, és elképzelhető, hogy Csotédre oda is érek hozzájuk. Na most átmenetileg megint fogtam egy kis aszfaltot, és igen, azóta a tervezett úton vagyok. Végül nem terveztem újra a GPS-szel, hanem a eredetileg is berakott útvonaltervet követem le. Kis mocsaras részek, meg horgásztavak váltották egymást, és a dombokat szépen keresztezem. Ebből jön ki, hogy hullámvasút van. Ez a fenét se érdekli, olyan szép idő van. Még ez a kis szellő is jól esik. A hosszújú kesztyűt lecseréltem rövid ujjúra, de a csoda kabátomat nem vettem le. Éppen el tudom még viselni. Lélegzik annyira, hogy egy bizonyos fokig bemelegszem. 11-12 fok lehet. Azt hiszem, hogy a hosszújú felsőben ez a szél keresztül fújna, és annyira nem élvezném. Talán majd egy óra múlva lecserélem. Feltűntek a komolyabb dombok is. Most egyelőre ledöngetek ebbe a szép völgybe. Jajaj! Hopp! Ezt átugrottam! Ezt is! Hát, kellett ide a Monti. Micsoda vízmosások vannak keresztbe. Oh. Át kéne menni jobbra. Biztonságosabbnak tűnik. Ja. Micsoda hasadék! Jajaj! Kicsit mély volt. Hát ezt nem bírtam kihagyni. Hát ahhoz képest, hogy pénteken zakoztam egy hatalmasat, most jól megmertem neki engedni. Közben még a láncom is leesett a nagy röpködésben. Óvatosan visszahelyeztem. Azért hajtottam le az előbb egy kicsit a fejemet, hogy lássam, mi a helyzet a pedálnál. Na, szóval hamarosan komolyabb mászások is előfordulhatnak ám. És ez így egyelőre haladós ajándék ez az idő. Na, szóval mik Pesten esett, itt nem volt semmi. Sőt, Pesten úgy esett, hogy Kőbányán egész délelőtt, ott, ahol lakom. De elbringáztam Zsuzsa lányáékhoz, elvittem a csomagot, amit majd most meg fogok kapni Pacsérvisnyén. Meg kelljen cipelnem. Nem is akartam, nem is tudtam volna mountain bike-kal. És Kőbányáról a belváros felé biciklizve az Orci térnél, mintha elvágták volna az esőt. És amikor visszafelé mentem, egy órával később, ez a vonal még mindig ott volt. Úgyhogy az Orci tértől
kelet felé, hazafelé továbbra is esett az eső. Így érkeztem meg haza, majd miután a délutános cuccomat magamhoz vettem, otthonról elindultam, és a nedves macskakövön a Rákos fölötti, Rákosi vasútállomás fölötti kis fahídon legurulva akkorát vágottam, hogy még mindig sebes a térdem, kék a bal combom. Nem mutatom meg, higgyétek el nekem. Közben gondolom látjátok, hogy időnként befordul az út velem délre, ami jó, mert itt is volt az ideje. Már kezdtem izgulni, hogy miért folyamatosan nyugati az irányom. Úgyhogy most egy kicsit igazítunk rajta, terv szerint. Hopp. Háj. Nem a porosba, hanem a füvesben folytatódik. Jó. Addig, amíg van hol menni, nincs probléma. Közben sokfelé folynak az őszi munkák. Csontszáraz a talaj. Gyakorlatilag ki is jelentették, hogy aszály van. Július óta nem sok csapadék hullott, és most október 23-a van. Na szóval a kettősség szombaton is látszott, mikor Ruizival elmentünk a vérkörre. Oroszlány és környéke tocsogott a víztől, ahol a 17.-18. kilométer környékén már azon voltunk, hogy visszafordulunk, mert annyira agyagos volt, és csúszós, nyálas agyagos az egyik emelkedő, hogy hát tekerve semmiképpen nem sikerült rajta fölmenni, és a bringákat tolva is csak nagyon nehezen. Ráadásul az SPD-be ez az agyag beleragadt. Viszont mentünk néhány kilométert, és a vértes csákvári oldalán csontszáraz volt minden. És megnéztem a csapadék térképet az elmúlt napokról. Hát itt egyáltalán nem esett. Aminek én örülök, mert annak ellenére, hogy persze jó lett volna, hogyha helyenként elveri a port, a mélyedésekben az nagyon meg tud állni, az a víz. De ilyesmire most nem kell számítanom, majd még a zselízben sem. Szóval aszály van, és az erdőn túl jobbra kell fordulnom. Hát ha lesz út, előttem török koppány. És nem először járok itt. Patrikkal és Kevinnel elmentünk a Krisna-völgyi búcsúba 5 évvel ezelőtt, és akkor útba ejtettük ezt a kis falut. Lehet, hogy tudok mutatni majd mindjárt valami érdekeset kézi kamerával.
Ezt még Kevinékkel láttuk 5 évvel ezelőtt, de most is fura, hogy a katolikus templom mellett van egy Gülbaba nevű tér, és a törökök által adományozott pénzből egy szobra. A nem is biztos, hogy valaha létezett török előjárónak. Gülbaba, vagyis Rózsa apó személyét az ismeretlenség és titokzatosság fájtla fedi. Életőről és tetteiről alig tudunk valamit, hisz a korabeli források erről hallgatnak. Az őt körüllengő muszlim és magyar legendák szerint muszlim sejk volt. Evliya Cselebi 17. századi török világutazó úgy tudta, hogy Gülbaba jeles bektaszi dervis volt. 1541-ben idős fejjel részt vett a Magyarország elleni hadjáratban, és nem sokkal Buda augusztus 29-i elfoglalását követően szeptember 2-án a Dzsámivá átalakított Nagyboldogasszony templomban tartott hálaadó Isten tiszteleten érte a halál. Az imádságot az Oszmán Birodalom legmagasabb vallási vezetője mondta felette, és koporsóját maga első Szulejmán szultán is vitte. Jól lehet, Gülbaba csak rövid időt töltött Budán, s a nevét viselő dervis kolostor csak évekkel halála után építették. A kolostor kertben rózsákat gondozó bölcs és jóságos dervis képe oly mélyen vésődött a késői utókor tudatába, hogy a dombot, melyen a kolostor valaha állott, máig rózsadombnak nevezzük. Gülbaba a rózsadombi türbéje, amelyet a harmadik budai pasa, jaj de hülye hosszú neved van, Jahja pasa Zádé Mehmed, 1543 és 1548 között tartott Begler béksége alatt építették muszlim zarándokhely. És itt volt az Erdogan elnök, aki a jó pénzért felújított türbét Orbán Viktor segítségével, asszisztálásával átadta, felavatta. És még az oldót is elvitte a piszkos török. Pedig ollót nem ajándékozunk. Ó, emlékszem, bazi nagy hőség volt, mikor a srácaimmal itt jártunk. Itt lemosdottunk rendesen. És mi most is folyik a víz. Nagyon érdekes. A török félhold, meg a kereszt egy jelképen a templom előtt. Miért nem építettek mindjárt egy minaretet mellé? Nagyon furcsa. Ha ez most itt második János Pál lesz, akkor én összecsinálom magam. A francba! Nem hoztam WC-papírt. János Pál szobrával egyébként Horvátországban találkoztunk tavaly Kevinnel. Az volt az első János Pál szobor, amit életemben láttam. A horvát hősök emlékére szentelt templomban, templom előtt, a téren. Nézzétek meg az erről szóló filmemet. Nagy kaland volt, az biztos. Na, neked is, öreg. És hogy török koppány. Koppány, mond ez valakinek valamit? A Koppány folyó, Koppány patak völgyében vagyunk. Bizony, a közelben, a Zselicben született Fekete István. És egy pályázatra írta a Koppányi Aga Testamentuma című regényét, amely alapján film is készült, de elég nagy változtatások történtek a forgatókönyvben az eredeti sztorihoz képest. Nekem a könyv jobban tetszett. Ja, a könyvet pedig úgy olvastam el, hogy Patriknak volt kötelező olvasmány. Ő is és Kevin is a Fekete István általános iskolában járnak, illetve jártak. Most már csak Kevin jár oda. Egy bő fél évig mindössze. Nos,
azt hiszem török koppány. Majd minden nevezetességét megmutattam. Vegyük be magunkat az erdőbe. Azt hiszem a zöld turista jelzés lesz majd, amit követni kell. Nem. Le kell menni a patakpartra. A koppány partjára. Mindjárt meglátom, hát ha jobban néz ki az az útot mellette, és akkor inkább nem ezen a fűcsomós vacakon megyünk tovább, hanem vele párhuzamosan, aztán előbb-utóbb úgyis a kijelölt úton leszek. Ez most jobb döntésnek tűnik. Ez itt nagyon macerás. Az előbb már átjöttem egy gázlón, de ezen nem tudok átgázolni. Itt a traktor is nagyon mély nyomokat hagyott. Jó helyen vagyok. Csak kilazult a sárvédőm egy picit. Koppány felől, a szántóföld mellett elkezdtem tolni a bicajt, mert az út beszántva, de azért ilyen nagy szintet hirtelen nem tudnék kitekerni. Pláne úgy, hogy kezdek is már éhes lenni. 1:30 van. Azt hiszem, hogy most nem fog útba esni az egy órán belül semmi település. Úgyhogy a hátizsákból fogok majszolni valamit. Pedig egy jó tartalmas leves, az nem ártana. Na mindegy, ott a erdősávnál lesz majd egy járható út a GPS szerint. És nekem amúgy is arra visz a tervezet. Bizony, ez most már így lesz. Föl le. Zsuzsájék éppen a zselic másik oldalán laknak. És ezért az észak-déli vonulatukat szinte pont keresztben kell majd átszelni. Igaz, hogy még a zselictől egy kicsit északra vagyok. És inkább azt mondanám, hogy észak keletről délnyugati irányba kell majd összességében haladni. De ez a domboknak a megmászását, illetve az azokról való legurulást érdemben nem befolyásolja. A tények azok tények. Az ilyen erdei utakat viszont csipázom. Nagyon mesterséges ültetés ez az akác, jobbra-balra. És nem túl öreg. Ilyen csúnyán még nem láttam diófákat nőni. De azoknak sokkal nagyobb hely kell. Jobbra-balra sűrűn ültetett dióerdő. Van ilyen? Egyébként a tervezetem az a ott visz fönn, csak az nagyon dzsumbujos. Vele párhuzamosan itt van ez a sokkal jobban járható út. Már ameddig van. De térképen látom. Na, végre barikák. Sziasztok. Jöjjön egy kis szintezés. Jajaj, le van zárva.
Na már. Kiknek? Nem szabad menni. A magánterület. Ó, hogy rohadjatok meg? Visszajöttem akkor ide a elágazáshoz, és ezt a dzsumbujosabbat megnézem magamnak. Nagyon elvadul, akkor megvan a B-verzió, hogy átmegyek a völgy túloldalára, mert ott egy rendesen jelzett utat látok. A francba. Nincs is kedvem ezen menni, mivel egy egész jó jelölt és használható út van, ott nem tetszik. Kezdek hiszt is lenni, mert továbbra sem kajáltam. De hát itt ebben a faluban, amiben most be fogok menni, esély sincs arra, hogy valami kis kajálda legyen. Annyira kiesik mindentől. GPS vissza akar fordítani Somogydöröcske széléről, pedig oda tettem a tervezőnek a gombos tűjét, ahol ennek az útnak, illetve ennek a folytatásának találkoznia kell az otthon megtervezett szakasszal. Szokott ilyet csinálni, olyankor enyhe erőszakot veszek rajta, és csak tovább megyek. Meglátjuk, hova jutok. Forduljak vissza, amint lehet. És ha nem akarok, folytatódik valami fölfelé, igen. Hú, de csúnya. Akkor arra. De hát látom, hogy van út. Ez viszont dzsumbujos, és még el is fogyhat. Akkor inkább bevállalom ezt. Olyan, amilyen, de van. Közben kicsit jobban megnéztem a térképemet. Elenyészik ez az út. Bár mondjuk akkor nem értem, hogy miért van kitéve egy 5 tonnás tiltótábla a föntről jövőknek. Már úgy döntöttem, hogy tervezek egyet egy turista jelzésre. Ezt megnézem. De csinos házak. Meggondoltam maga. Még mindig jobb a tervezett úton menni, mint most fölkeveredni oda domboldalba. Kanyargós. Nem az igazi. Első, de akkor inkább ezt küzdöm le. Az ott sok nagy kerülő volna és nehézkes. Ha nem kellett volna, hogy megijedni tőle.
Csak oda nem volt az eleje dzsumbujos egyelőre. Föntebb már ilyen szárazagyagos diófa leveles. Hát nem baj, legalább benéztünk oda, ahova egyébként nem mentünk volna. Aha, ez csak a kimosott lejtő. Na mindegy. Csak jutunk valahová rajta. Erre vállalkoztam, ugye? Azért adok egy kis helyzetjelentést, jó? Csak nem akar, igen, megvan. Majdnem fél távon vagyok. 62-t jöttem, 66 még van. Majd begyorsulunk. Most egy kis mászkálás. Akkor azt ott hagyjuk, inkább menjünk ezen vissza mesdje alján. Jó lesz, szép lesz. Lehet, hogy neki kéne vetkőzni. Kendőt már levettem az előbb. Na jó, akkor vegyük le ezt a kabátot is. Puff, neki. Úgy néz ki, hogy eddig volt nyírva a fű, a dzsumbuj. Hát, azért még a piros turista jelzésen vagyunk, csak éppen a szeder fogja letépni a gatyámat. Párhuzamosan meg nincsen másik út. Úgyhogy nem tudom, ez mibe megy át. Semmi jóra nem számítok. Mintha megéreztem volna. Ezt kellett volna elkerülni. Ez legalább nem szeret. De ez igen. Jó, megvan az alagút. Csak a fényt nem látom a végén. Ez van. Innen azért tetszik. Haladósabb a tempó. Végül is ez a diós alagút egész kellemes volt a piros jelzésen. Közben kereszteztük a zöldet. El is hagytam mind a kettőt. És olyan határeset, mert nem vettem fel végül a hosszújú felsőt, csolakabátot levettem, 15 fok van, de hát fázom. Ha elmegy a nap, fázom, ha bejövök az árnyékba, fázom, ha lejtőn vagyok, fázom. Árnyékban vagyok és lejtőn, piszkosul fázom. Szerintem az volna a felelős döntés, hogyha mégiscsak fölvenném azt a hosszú felsőt. Aztán majd abban fázom, akkor visszajön a csodakabát. Csak nincs kedvem megállítani a gurulást. Inkább majd, ha megint belassulok. Akkor meg minek venném fel? Mászás közben meg kimelegszem. De jó, hogy nem tudom, mi bajom van.
Egyébként az előbb gyümölcsszeletekkel pótoltam egy kis vitamint és energiát. Lehet, hogy megnézem, hogy mennyi még Kaposvár. Az útba esik az eredeti terv szerint. Ott egy meleg levesre befizetek. Elég rendesen tartok délfelé. Egy gerincen gurulok. 30-al. Az előbb átszaladt előttem egy kis evetke. Sötét, hundájú mókus. Nem volt rám annyira kíváncsi, hogy bevárjon. De szép példány volt. Egy nagy gurulással úgy elhagytam a gadácsot, hogy benne se voltam. Ennyi. De csúnya hangja van, kérem. Első váltó volt, ennyi nagyon hangos. Ne nyírodjon. Gadács. Balra Kocsola, jobbra Igal van, 7 kilométerre. Én pedig, na náhogy nem aszfalton, megyek tovább. Az első váltónak a bobtenye recseg. Nem biztos, hogy ott, ahol azt én gondoltam. Nagyon hülye helyen van vezetve ez a bóten. Már tavaly télen kiütközött, amikor egyszerűen a jégtől nem lehetett váltani. Alul van elvezetve a váz alatt. Itt is jó régen lehetett már út. Egy párszor beszántották és be is vett ültetve. Közben néztem a GPS-t. Taszárt érinteni fogom. Nem sokára. Legalábbis remélhetően. Ott fogok egy kicsit palatozni valamit. Tudom, hogy van a főút mellett egy vendéglátóegység. Aztán előbb-utóbb csak összejön valami útféle ismét. Egyelőre megyek a betakarítógép nyomában. Na ez most ismét érdekes. Út az nincs, de itt a szélén el lehet evickélni. Remélem, hogy addig a következő kanyarig ugyanennyire járható. A növényben már nem szívesen gázolnék bele. Lehet, hogy át kellett volna menni a túloldalra. Ott egy falu van. Csak néztem a térképét. És nincs belőle kivezető út Taszár irányába. De jó, hát legalábbis igen, a betöltött térkép szerint nincsen. Ó, sűrűsödik a növényzet. Ó, mindjárt aratok. Már valami látszik ott a végén. Itt meg villanykaró. Itt is át lehetne menni.
megnézzük, ott van egy dűlőút. Jaja, érdemesebb lesz átváltani oda. Igen. Szerintem itt, ha nem is ember, de állat ment át. Hát ha állat volt, akkor az nem nézte, hogy van-e pocsolya, vagy nincs-e. Jó. Állat ott ment, az ember meg itt megy. Na. Valami mindig összejön. Somogy szél mellett, zsidó temető mellett fog elkanyarodni velem az út. Le sem lehet tagadni, hogy egy magyar település mellett vagyok. Eddig sikerült ezeket nem telibe kapni. Somogy szél mellett ez is sikerült. Hát 4 kilométer bicajoztam már ma. Már nincsen 60. Mennyi az annyi? 56 és felett jelez. Jó. Kora estére érek valószínű a Zserisz túloldalára. Hát egyelőre még nem is látom. Somogy szíről valószínűleg itt azért ki lehetett volna jönni, még ha a térkép nem is jelzi. Megint púderszerű a por, szerencsére nem mély, csak megint fel fogja dobni a kerék a vázra, és ezért most hiába olajoztam meg a bobdeneknek a sínjét a középtengely alatt, hamarosan újra lecseghetnek. Kazsókon sem voltam túl sokat. Szerencsésen elkerültem a falut. Még mindig nem tudom eldönteni, hogy fázom vagy sem. Nehogy késő legyen. Eléggé szűrt a napfény. Most ha jó lesz felöltözni, melegebb nem lesz. Kazsok sem volt egy akármilyen név. Na és ez? Büssü. Ki hallott már erről? Gőle Büssü. És Patalom települése kivó vízellátása. Gőle. Ez még mindig Büssü. Mutatni akarom, hogy milyen szépen rendbe hozták a templomot. Közelebbről már nem mondanám. Puff. Szép volt. Na, nekünk itt meg balra kellett volna menni. Vágok. Nem vágok át.
marha jó vaddisznónak néztem ezt a tuskót. Végül aztán Büssün, ottól visszafordultam, fölvettem inkább a csodakabátomat, és igazából nem is bántam. Most nagyon komfortosan tekerek. Kendőt még nem vettem vissza, úgyhogy így most azért jó a hő leadásom. Háromnegyed négy van. Itt most éppen Zimányt nem érintem, hanem egy éles balossal megyünk arra, és szembe. Nem tudom, hogy ez a kamera mit lát, vagy ti mit láttok, mi mit fogunk látni majd ebből, de a mecseknek a vonulatai előjöttek. Előbb már észrevettem balkész felől, most viszont teljesen szembe is fordultunk vele. És ha nem csal az emlékezetem, akkor ott a távolabbi dombok, pedig már a zseric vonulatai. Jó eséllyel az már ott a szár. De majd mindjárt kiderül. Mondjak adatokat? 85,5 km Simon tornyáról, amit jöttem 3/4 elmúlt 7 perccel. Már még 43 km lenne az általam tervezett úton. Csak nem tudom, akarok-e sötétben botorkálni a zselic általam ismeretlen részein, vagy ráállok az ismertre. Na most, hogyha a következő napokban tényleg úgy leszakad az ég, ahogy ígérik, akkor visszafelé sem fogok nagyon terepezgetni a zselicben, pedig az is elég fontos lett volna. Azért jöttem mountain bike-kal, hogy a zselic általa nem ismert útjait is megnézhessem. Lehet, hogy Tasszárról tervezek egy közvetlen utat a mai végcélomig. Amit akár másfél-két óra alatt is megjárhatok. Az ott Tasszár, és Tasszár mellett megérkeztem a Kapos partjára. Úgy nézem, hogy a tervezett útvonalam tartalmazza Marika büféjét. Azt most már erősen kívánom, hogy nyitva is legyen. Tudkorra megállok ugyanis. Tasszáron, amire azt hittem, hogy valami vendéglátóhely, az egy gépműhely, egy szervíz. Így most lejöttem az eredeti útvonal tervre, de előtte megnéztem, hogy esik-e az útba kajálda. És szinte igen, és nem kell hozzá mennem, talán Kaposvárra sem. Lehet, hogy mégiscsak jobb lett volna kimaradni most az aszfalton. Romlik az idő. Romlik az idő, vastagszik a felhő. Igen,
61-esen kellett volna menni, gyorsabb lettem volna. Puff neki. Már nem megyek vissza. Elbotorkálok. Vissza akart küldeni a GPS Kaposhomok felé. Nem a 61-esen egyébként, mikor a büféhez terveztettem vele. Hát én meg erre a partra kaptam útvonaltervet. Naperőmű park épül. Sántoson vagyok. És hát Mártika büféjét itt keresem. Egy kilométer múlva kiderül, éhen maradok-e. Sántos a Zselic kapujának hívja magát. És a Zselic kapujából hiányzik a Mártika büfé a megjelölt helyen. Franco. Ugye megnézem, mi az az egység, ami az út jobb oldalán van. Több száz méterrel Mártika büféjétől. Mert a GPS ide jelezte. Finom kaja illatot éreztem. Ez lehetett volna valamikor? Valamit a... Hát... Lohán volt, köszönöm. Oda a másik oldalra volt jelezve a büfé. Nyoma sem volt. Volt egy presszó, ahol ki volt írva, hogy szombaton meg vasárnap tej és pékáru kapható. Hát, ez itt a City. Nézzük meg, mi van. Valami egyáltalán. Tíz éve megszűnt a Mártika büfé, ahol az előbb a dohányboltot láttam, az volt az valamikor. Hát... Pacsérvisnye légvonalban 20 kilométer. Úgy döntöttem, hogy visszamegyek a nyomvonalra. Még világos van. GPS-ben kicseréltem az aksit. Sajnos lemerült, mert sűrű frissítésre volt állítva a térkép. Még a erdei túra miatt volt fontos múlt szombaton. Túl vagyok hát a 100 kilométeren. Még egy 25-26 kilométer montizás. Az eddig nem járt részeket még világosban így meg tudom ismerni.
kellene bemennem, de talán nem. Ha nem, majd mindjárt megyünk balra. És erősen kezd fülni a levegő. De egyelőre még nem teszem fel a kendőt, a fejem nem fázik. Végülis az éjségem az megállt egy szinten. Mehettem volna tovább, és talán ott, ahol a templom van, Szent Balázson, kaptam volna kaját, de úgy döntöttem, hogy világos van még, és 30 km pacsérvisnye. Lássak valamit a Vadzselizből. Körülbelül 2 óra múlva lesz sötét. Viszonylag közel kerülhetek a célponthoz, mire besötétedik. Az nekem meg is felel. Minden esetre már biztos, hogy jól ki leszek purcanva. És az elvemet, hogy este 6 után nem kajálok, azt egészen biztos, hogy fel fogom adni a mai napon. De egyébként, ha itt vagyok pacsirvisnyén, ezt általában nyáron biztosan föl kell. Télen korán sötétedik, más a helyzet. Már csak észnél kell lenni. Nehezen kapnék segítséget, hogyha valami bajom történik. Hosszú idő után erdei szakasz következik. Már nagyon vártam. Így maradna minden. De hát nincsenek illúzióim. De tényleg, ez a típusú út, ez nagyon megfelelne. Biztonságos, lejtésben gyors, és mászt is elúsz rajta. Van még 28 kilométeren. Gondolom most még a kamerának a technikája rendesen lát. Valamit világosít. Azért még a fél homályna egy kicsit erősebb. De egy óra múlva, főleg, hogy így be van felhősödve, már nem hiszem, hogy használható felvételeket tudok készíteni a Zselicről. Egy rövid aszfaltozás után íme ismét be a sűrűbe. És fölúton
picit felmerült bennem, hogy menjek tovább az aszfalton. Aztán elsegettem a gondolatot. Nem ezért jöttem. De. Van némi egyenletlenség az útban. De egyelőre száraz. Még itt felgyűjt maradék víz se volt a mélyedésekben. Ami aztán később lehet, hogy nem úgy lesz. És a levelek alatt hopp, bizony, ott van a pancs. Ezt most még el tudjuk kerülni. Kérdés, hogy merjek-e beljebb menni. Egy szederindet leakasztottam. Lehet, hogy a következő aszfaltnál. Oh! Ez mély volt. Na jó van. Nem lehet. Biztos, hogy a következő aszfaltnál. És mi jönnek a szúnyogok? A franc bele. Sár. Visszamenjek az előbbi aszfalthoz. Túl sok jót nem ígér. Ez volt az első, és figyelmeztető jel. Azt hiszem, hogy jobban járok, mert nem kéne elakadni sötétedéskor. Én milyen klassz lett volna? Na, rohadt szeder. És a szúnyogok. Basszus, hagyjatok már békén. Spúri vissza az előbbi aszfaltra. Az a tuti. És onnan tervezek aszfalton egy új utat. Illetve hát részben ismerem is. Ez van. És majd pár nap múlva még kisebb esély lesz arra, hogy járható legyen. Fú, ezért aztán kár. Menjünk ezen az úton. Hát, ez visszakanyarodik az aszfaltra. Összeszedtem a sáron egy kis levelet. Majd elkopik. Ez tök jó járható. Elkussolt. Akkor gyakorlatilag most vakrepülés, mert se nem az előbb bejárt úton nem vagyok, sem a tervezetten, de az iránya szerintem megfelel nekem annyira, hogy majd aszfaltot érjek. Szent Balázs és Kapusvár között. Hú, milyen lejtős. Nem sokat látok. Nem kéne eldobni magunkat. Ez így fincsi. Oh. Kéne valami átkelési lehetőség. Arra is megy az út. Akkor inkább ott kéne lemenni a... arra felé. Az jobb irány. Valami ösvényszerűség van. Ott is. Nézzük meg azt. Au. Nem jó helyen ért el a váz.
Az út alig látszik, csak sejthető. Itt viszont az árok sekélyebb. Érdemes lenne előbb-utóbb átpilizkázni a túloldalra. Ott egyértelműen ott egy turista út. Ja. Elveszett itt is az ösvény. Na szóval, oda át kéne menni. Patak? Vagy mitak? Jó. Akkor oda visszamegyek, mert ott eléggé megfelelőnek tűnik. Átjutottam. És most gyorsan kirúgyolok az aszfalt útig, aminek ebben az irányban kell lennie. Remélem. Nem néztem még meg a GPS-t, nem akartam vele időt vesztegetni. Lehet, hogy jobban tettem volna. Mindjárt kiderül. Lehet, hogy már Sántosról Széplak felé meg kellett volna járni a szokott utat. Egyelőre minden jó szép. Ahhoz képest, hogy hány hónapja nem esett az erdő, a lomb szépen visszatartotta ott a nedvességet aszfalton előttem. Jó. Akkor szerintem minden, lehet, hogy Bányát kéne megcélozni. Onnan tutira megy. És ott kerülünk a legközelebb Pacsérvisnyéhez. Az elmúlt 10 évben, mióta rendszeresen visszajárok a Zselicbe, főleg ilyen utakon tudtam nektek bemutatni. Hát a próbálkozás, hogy valami más is legyen, most nem sikerült. Hát láthatjátok, van az a sár, ami soha nem szárad ki. Úgy hamarosan megtervezem én a legegyszerűbb és legkevésbé kacifántos aszfaltos utat. Legalább addig, amíg van aszfalt. Mert aki látta már a zselici fényeimet, tudja, hogy Pacsérvisnyes sincsen nagyon aszfalt közelébe. Legalább az irány most megfelelő. Az előbb egy jó szakaszon egészen megközelítettem az eredetileg tervezett útvonalat. Párhuzamosan is mentünk. Itt már nem látom a kijelzőmön.
ezek az erdészeti aszfaltutak. Ez most egy gyengébb minőségű szakasz. De Montiva pont jó. De hát irányban jók vagyunk. 3:46. Szerintem fél órán belül napnyugta van. Annyira tetszik, hogy nem akarok megállni. Első alkalommal, amikor dongóékkal jöttünk a Zseniszbe, akkor voltunk fél homályban. Csak már visnyeszéklak közelébe, ahová Péter elénk jött motorral. Hát akkor visnyeszéklakig terveztem egy 19 kilométeres utat, onnan meg tudom a járást. Illetve nyilván, ha ismerős helyre érek, onnan is tudnám a járást, de most akkor Visnyeszéplakig egy aszfaltos útvonalat terveztem magamnak. És nem hegyi kerékpárral, és ha fölutakat meg az ösvényeket frankon elkerülve, majd csak figyelnem kell a GPS utasításait. Lassú voltam, de egy gyönyörű nőstény szarvas állt az előbb az úton. Észrevett, mire elindult a kamera. Most már tudom, hogy olyan úton vagyok, ahol nem is egyszer jártam. Csörtetnek a vadállatok, megijedtek tőlem. Itt lovacskák szoktak lenni. Nagyon kedves lovacskák. Egy magánbirtok. Igen, ott van. Teljesen tudom, hol. Akkor mindjárt a 67-es utat fogjuk keresztezni. Azon egy picit fogunk menni, és aztán letérés jobbra. Teljesen képben vagyok. Lámpámnak ez a teljes fényereje. És a Kardosfa felé. Egy kaminyon. Én is úgy világítok. Érdekes, hogy a GPS tök természetesnek vette, hogy majd erre fogok jönni, és csak berajzolta, de külön lefordulásra jelzést nem adott. Lefelé megyek Kardosfától, Pacsérvisnye 9 kilométeren belül van. Eddig 127,6 kilométer ringáztam, ennek nagy részét terepen. Nagyon büszke vagyok rá. 1516 méter már az emelésem. Még egy kevés hozzájön majd. Hihetetlen, hogy csak fél éve, hogy itt jártunk. És az meg éppen a tavasznak a kezdete volt, húsvétkor. Akkor kezdett el kipicsorodni az idő, idén viszonylag későn. Mi az, ami azt bizonyítja, hogy Pacsérvisnyén vagyok? Szia!
Most már csak annyi kéne, hogy a Demir ne harapja el a torkomat, vagy én ne harapjam el az övét véletlenül. Azt mondtam, itt jövök ezen a gerinc úton lefelé. Itt sem sok autó jár mostanában. És akkor... Jó van. Az ott. Köszi! Megjöttem. Most nem kéne ide jönni, kutyu. Nem szeretném. Jó. Az ott a Demir. Hello! És Péter. Hallottam, hogy villanyfűrésszel. Köszi. Szervusz, akkora fényed van, ne arra menjek. Nem arra megyek. Csak véletlenül megfordultam. Szia. Szervusz. Fél kettőkor jelentettem ki, hogy ennék egy levest. És íme. 19:53-kor mindjárt tálalva.